Különleges ebédben volt ma részük a szibériai tigriseknek, táplálékukat feldrótozták, illetve a kifutón több helyen is elrejtették a látvány etetés kedvéért. Az állatpark gondozói fontosnak tartják, hogy bár állatkerti körülmények között élnek a tigrisek, mégis megmozgassák őket mentálisan, valamint fizikailag is aktívabbá váljanak. A menü most is hasonló volt, bár máshogy körítettük, bárányt és csirkehúst kaptak, és igazából egyetfüggő volt, hogy ki hogy lakmározott belőle, a legügyesebb Pamir volt a vezérnőstényünk, utána pedig Usánka a hím állat, aki egyébként sokkal nagyobb termettel bír, de jóval galamlelkűbb, ő tudott falatozni. A leghuncutabbak pedig a fél éves kis tigrisek voltak, az ő dolguk most jelenleg az, hogy elcsennek egy-egy falatot a többiektől. Az első szibériai tigris még 2005-ben született a Nyíregyházi állatparkban. Pamirhoz, a tenyész nőstényhez Angliából érkezett a hím tigris. Őket és az ő utódaikat láthatják az ide látogatók. A két tigris kölyök tavaly nyáron született szintén itt a nyírségi állatkertben. Világszerte azonban egyre alacsonyabb az egyet számuk. Jelenleg a tigriseknek 6 alfaja él, a szibériai él egyedül az jeges, hideg területeken, éppen ezért nem olyan sötét, narancssárga a bundája, mint a többi alfajnak. Mindösszesen 500 egyedül belőle a szabad természetben, az orvadászat következtében, illetve élőhely is egyre jobban csökken, és egy olyan alfajról van szó, ami a többitől eltérően hasi zsírréteget is növesztett, hiszen élőhelyén akár a mínusz 45 fok is előfordul. A macskafélék családjának jól ismert ragadozói közül egyébként a tigris a legnagyobb és legerősebb alfaj, az ivarérett hímek akár a 300 kg-ot is elérhetik.